A Nyírbátorban veretes múltra visszatekintő férfi kézilabdában egy meglehetősen zavaros időszakot követően másfél évvel ezelőtt új alapokra helyezték a jövő építését. Az önkormányzati tulajdonú Nyírbátori Sport és Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. Az utánpótlás bázis szélesítését, távlati célként pedig egy helyi játékosokra épülő feljutása esélyes csapat kialakítását tűzte ki maga elé. Ott tart az építkezésünk, hogy a kezdeti két csapathoz képest ma már 6 csapattal rendelkezünk. Ezek azt a célt szolgálják, hogy az utánpótlást próbáljuk meg kiépíteni, és ez hosszú távon eredményt fog hozni. Azóta megalakítottuk az U11-es csapatot, az U14-es csapatot, van serdülő csapatunk, ifjúsági csapatunk, van felnőtt csapatunk természetesen, és elindítottuk a megyei felnőtt bajnokságban, Nyírbátor 2, NBSC 2 néven a megyei felnőtt bajnokságban azt a csapatot, akik gyakorlatilag csak nyírbátori fiatalokból állnak, akik az MB2-ben még kispadosok, illetve epizód szerepet kapnak, ott teljes mérkőzéseket felnőtt közegben játszhatnak. A klub vezetése tovább szeretné növelni az utánpótlás csapatok számát, és ehhez adott is a háttér Nyírbátorban. A tárgyi és személyi feltételek teljes egészében biztosítva vannak. Törekszünk arra, hogy ugye helyben az oktatási centrum csarnokában egy hosszabb távú szerződést, bérleti szerződést kötöttünk, ami után remélhetőleg majd a saját újonnan fölépülő csarnokunkba fogunk átköltözni. Ez a tárgyi feltételekről, ez kiválóan működik, tehát ezzel probléma nem volt. Itt edzünk, itt játsszák a csapataink a mérkőzéseket, a személyi feltételek pedig jelen pillanatban helyi kötődésű volt játékosokkal oldjuk meg, akik edzik ezeket a csapatokat. Az NB2-es csapat 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel a 8. helyen várja a tavaszi folytatást, amelynek első meccsén Tiszavasváriban lép pályára a Csapos János által irányított együttes. A megyei rangadók parázs mérkőzés jellemzi. Mi természetesen úgy állunk a kérdéshez, hogy győzni szeretnénk, ami tavaly sikerült is Tiszavasváriban. Igaz, hogy ősszel odahaza egy 2 másodperccel a vége előtt kapott góllal egyenlített a Tiszavasvári, ott elmaradt a győzelmünk, döntetlen lett, de nyilván szeretnénk győzni, úgy megyünk Tiszavasváriba. A Tiszavasvári Nyírbátor mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik. A 3. megyebeli csapat, a Kisvárdai KC, a listavezető 60. KSZ-es otthonával látogat a tavaszi nyitófordulóban.